Az Európai Unió határozata alapján 2023-ban ismét Magyarország egyik települése lehet Európa kulturális fővárosa. A címre Gödöllő is pályázik, erről még a múlt év szeptemberében döntött a képviselőtestület, amely pályázatot hirdetett az eseménysorozat logójának megalkotására. A felhívásra 240 pályamű érkezett be. A beadási határidő március 5-én lezárult. A beérkezett tervek március 11-e és 19-e között megtekinthetőek a Művészetek Háza kiállító termében, ahol a lakosság is véleményezheti őket. Március 20-án ül össze az a 10 főből álló szakmai bírálóbizottság, amely a kiírás szempontjainak figyelembe vételével teszi meg javaslatát. Az így született döntés kerül Gödöllőváros képviselőtestületének kulturális, sport és nemzetközi bizottsága, majd testülete elé, amely március 23-án hozza meg a végső döntést. A pályázók személyét mindvégig titkosan kezelik, őket a bizottságok és a képviselőtestület tagjai sem ismerhetik, épp úgy, mint ahogy a szakmai bírálóbizottság névsora is titkos. A döntést március 23-án a 11 órakor tartandó sajtótájékoztató keretében hozzák nyilvánosságra. A címre kandidáló városok pályázatáról várhatóan 2018 év végén dönt egy nemzetközi összetételű bírálóbizottság Brüsszelben.